Sziasztok! Ebben a videoblogunkban a fényekről lesz szó, pontosabban a világításról. November van, és hát itt vannak a nyakunkon a sötét délutánok, sötét estét, amikor is egy jó kis festéshez, rajzoláshoz bizony hiányzik a fény. És mit lehet ilyenkor tenni? Hát valamilyen mesterséges megvilágítást kell alkalmazni, erről ejtünk itt pár szót. Négyféle megoldást is bemutatunk. Mindegyiknek a közös jellemzője az, hogy valamilyen módon érdemes a természetes napfényhez közelíteni a világítást. Most, hogy mi számít természetes napfénynek, meg mik ezek a melegfények, meg hidegfények, erről már nagyon részletes és jó leírás ezen a weboldalon. Ugye ez egy webáruháznak a weboldala, de nagyon informatív. Röviden összefoglalva, amit általában melegfényűnek mondanak, az sajnos nem a napfényhez közelítő spektrumú lámpa vagy izzó, hanem azt kell keresni, amire az van írva, hogy hidegfényű. Tehát akár izzót, akár reflektor, bármilyen világító eszközt keresünk, akkor az egyik kulcsszó az, hogy a hidegfényűt kell keresni. A másik kulcsszó, illetve kulcsszavak pedig úgy szokták ezeket hívni, hogy napfénylámpa, vagy full spektrum lámpa, vagy daylight lámpa, tehát ilyen kulcsszavakkal is meg lehet ezeket találni. Illetve van egy adat, már ha megvan adva, ez pedig a Kelvin adat. Ez is egy ilyen, nem annyit kell csak tudni róla, hogy ez egy jellemző. Azt kell nézni, hogy a napfénylámpáknak, vagy az ahhoz közelítő izzóknál 5500 Kelvin, ezt az adatot kell keresni. Hogyha ez rajta van, akkor az már egész jó izzó lesz. Nézzük akkor sorjában ezeket az eszközöket. Itt az asztalon három ilyen reflektor, illetve izzó van. Az első ez a fénycső, vagy a hagyományos fénycső, vagy kompakt fénycső. Ez a kettő itt különböző kivitelű ledes fényforrás, ez pedig itt ez szintén ledes, csak ez már reflektor. Elsőnek nézzük ezt a fénycső, kompakt fénycső kialakítású izzót. Ugye ennek az a lényege, hogy a foglalata az hagyományos foglalat, tehát bármilyen lámpatestbe becsavarható, azaz, hogyha van otthon egy asztali lámpád, vagy az asztalod fölé belógó mennyezeti lámpa, akkor csak az izzót kell kicserélned, és már is van egy jó természetes fényű fényforrásod. Ugye itt is azt kell keresni, hogy full spektrum izzó. Erre mutatunk megint egy webáruházat, ahonnan mi beszoktuk ezeket szerezni, viszonylag jó áron kapható. A következő megoldás az a ledes fényforrás, ugye ez egy újabb technológia, és rohamosan terjed. Nagyon jó olyan szempontból, hogy például itt hőhatás nincsen, tehát ugye a ledes izzókat bármibe bele lehet csavarni, nem fog melegedni tőle a lámpatest. Jó, különböző kivitelben kaphatók, itt látható kétfajta. Itt is a ledes fényforrásoknál nincs ráírva sose az, legalábbis én nem láttam, hogy ilyen napfénylámpa vagy full spektrum lámpa lenne. Ott azt az adatot kell megkeresni, ezt a Kelvin adatot, ez viszont általában megvan adva, tehát ez az 5500 Kelvin, ezt kell, 5500 K, ezt kell figyelni az adatlapján, vagy úgy lehet megtalálni, hogy hidegfényű. Most ez egy riasztó dolog lehet elsőre, hogy hidegfényű, és hogyha hozzászoktál a melegfényű, hagyományos izzó által keltett kicsit sárgás fényhez, akkor ez egy furcsa dolog lehet először, hogy az igazi napfénynek, annak legalábbis a derült időben sütő napfénynek bizony hideg fénye van, tehát ha azt le akarjuk szimulálni, akkor ezt a kékes hideg fényt fogjuk látni, de hamar hozzá lehet szokni ehhez. Most itt megmutatok egy ilyen fali lámpát, amiben három izzó van, és abból kettő ez a melegfényű, egy pedig hidegfényű, és hát a rajzoláshoz a hidegfényű lesz a jó. Abban látod a színeket sokkal valósághűbben, mint ebben a sárga fényben. Ennek a két izzós megoldásnak lehet az hátránya, hogy nem pont azt a területet világítja be, vagy nem úgy, ahogy azt te szeretnéd. Főleg nagyobb felületek esetén már lehet, hogy egy-egy ilyen izzó nem lesz elég ahhoz, hogy teljesen bevilágítsa. Úgyhogy van erre egy fokkal jobb megoldás, bár drágább is, ez pedig ez a hajlítható karú fénycső lámpa. Ugye ebbe egy fénycső van benne, egy ilyen dupla fénycső,
ez is full spektrumú fénycső, tehát napfény sugárzáshoz hasonlító hidegfényű fénycső, és ezt ugye hajlíthatott tetszés szerint közel-távol a fénycső lapos volt, amiatt egy kicsit hosszabb vagy nagyobb felületet tudsz bevilágítani vele. Egy hátránya van, hogy ezt a fénycsövet ugye egy speciális foglalatba kell belehelyezni, illetve maga ez a hajlított karú lámpa, ami nagyon praktikus egyébként, de 2 évvel ezelőtt szereztük ezt be, és akkor Magyarországon még nem lehetett kapni, nem tudom, hogy most lehet-e kapni, de külföldről tudtuk csak megrendelni. Utolsónak pedig nézzük meg ezt a LED reflektornak nevezett szerkentyűt. Ez ugye nagyon sok LED ISO van beleszerelve. Az előnye az, hogy nagy felületet be lehet világítani vele, sokkal nagyobbat, mint az eddigiekkel, és nagyobb is a fényereje. Ezek különböző változatban kaphatók. Ugye több gyártó is csinál ilyet, amit mi használunk, ez a Yongnuo gyártmányú kínai szerkezet. És ezen van itt egy kis kapcsoló, ahol van egy felirat, hogy 3200 Kelvin, meg 5500 Kelvin, tehát benne van a napfény spektrum is, meg a sárgás, az a 3200, az a melegfény, az a sárgásfény, és ezeket külön-külön lehet szabályozni, de kapható olyan is, amiben csak hidegfényű, tehát csak 5500 Kelvin-es izzók vannak beleszerelve. Ebből többféle teljesítményű létezik, amit a kezemben tartok, ez a legkisebb, ez a 300-as, van 600-as, 900-as, mindegyik nagyobb fényerővel rendelkezik. Jó, tehát ezek az előnyei, hogy nagyon nagy felületet bevilágít. Mik a hátrányai? Hát az egyik hátránya az ár, tehát ezek a szerkezetek azért, ezek a LED reflektorok, ezek olyan 20 000 forint fölött kezdődnek, és határa csillagoség, illetve ha megnézitek, akkor ugye ez egy olyan kialakítású, hogy ezt egy állványra lehet rárakni, tehát kell hozzá még külön egy lámpa állvány. Összefoglalásképpen a legegyszerűbb megoldás, ugye, hogyha egy otthoni lámpába beletekersz egy ilyen full spektrum izzót, vagy ezt a fénycsöves kivitelűt, vagy ezt a ledes kivitelűt, ez egy picit drágább, de még beleférhet a karácsonyi költségvetésbe. A profi megoldás az a LED reflektor, nagy felületet bevilágít, az állvány segítségével oda rakod, oda világít, ahova te akarod, ahol éppen szükséges, hát hátránya, hogy nem olcsó mulatság. Ha rákeresel a neten ezekre a termékekre, akkor úgy keres rá, hogy napfényizzó, vagy full spektrumizzó, illetve LED reflektor. Jó rajzolást, jó festést, jó színlátást a sötét téli estékre is!